Köszöntöm kedves nézőinket! A Nyitott Egyetem mai műsorában dr. Bíró Zsolt egyetemi tanár a zöld hályog és a szürke hályog kialakulásának okairól, megelőzéséről és műtéti módszereiről beszél. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm egybe a tévénézőket is. A szürke hályog és a zöld hályog a két témája a ma esti előadásnak, és a betegségek definíciójáról, a különböző fajtáiról, a tüneteiről, részben a betegek által észlelt tünetekről, részben pedig, amit mi orvosok találunk, látunk vizsgálat során, különböző diagnosztikai módszerekről, illetve természetesen a terápiás lehetőségekről lesz szó. Kevesen tudják, hogy mintegy 40 millió ember él vakon a Földön, a szürkehályog körülbelül 20 millió embert érint, az összes vakember 50%-át, a másik pedig a zöldhályog, ami körülbelül 4 millió embert érint, tehát az összes vakember 10%-át. Most kezdjük a zöldhályoggal, a glaukómával, aminek a fogalma régen összefüggött a magas szemnyomással. Az átlagos szemnyomás 16 higanymilliméter és 21 higanymilliméterig fogadtuk el normálisnak, a fölött beszéltünk zöldhályogról, glaukómáról. Manapság megváltozott a zöldhályog fogalma, és progresszív látóideg károsodásról beszélünk, ami az ideghártya idegrost rétegének elvékonyodásához, jellegzetes látóideg felváltozásokhoz, erről majd lesz szó, és látásfunkció károsodásához vezet, ami elsősorban a beteg számára a látótér kiesésben jelenik meg. Tehát van jelenleg egy vaszkuláris elmélet és egy mechanikus elmélet a zöld hályog keletkezésére. A vaszkuláris elmélet az a látóideg főt ellátó kis ereknek a keringés zavarát tartja fő okként, és éppen emiatt van olyan zöld hályog, amikor a szemnyomás soha nem magasabb 21 mm-nél, mégis kialakulnak azok a jellegzetes tünetek, amik zöldhályogra jellemzőek, és ezért beszélünk normotenziós glaukómáról. A glaukóma megértéséhez tudnunk kell, hogy a csarnok víz a szivárványhártya mögött, az úgynevezett hátsó csarnokban termelődik a sugártestben, és a szivárványhártya és a szemlencsek között előre jut a előső csarnokba, és itt a csarnok zugban folyik el, a slemcsatornán keresztül a kötőhártya alá kerül, és ott szívódik fel. Hogyha a csarnokvíz termelődése fokozódik, vagy valami miatt az elfolyás akadályozottá válik, és inkább ez a második a gyakoribb, akkor tud a szemnyomás megemelkedni, és ez a magyarázata a mechanikus elméletnek, amikor tehát a szemnyomás ezen okok miatt megemelkedik. Milyen fajtái vannak a glaukómának? Két nagy csoportról beszélünk, a primer és a szekunder glaukómáról. Primer glaukómánál nincsen más egyéb szemészeti betegség, míg szekunder glaukómánál egy sérülés, egy gyulladás, vérzés, vagy akár a szem belsejében növekvő daganat az, ami a nyomás fokozódásához vezet. A csarnok zugról az előbb már volt szó, az a szivárványhártya és a szaruhártya között bezárt zug, ami átlagban egy olyan 40-45 fokos. Ennek a nyitottság alapján beszélünk nyitott zugú, illetve zárt zugú glaukómáról. És van egy speciális fajta, ez a veleszületett zöldhályog, kongenitális glaukóma, és visszatérve a szimplex glaukóma, nyitott zugú glaukómára, amiről elsősorban szeretnék beszélni, milyen rizikótényezőkkel találkozunk. Rizikótényező az életkor. 40-50 éves kor csoportban mindössze 1%-ban fordul elő, és látjuk 70 év fölötti korcsoportban már 5%-ban. Pozitív családi anamnézis háromszoros rizikót jelent. Ha magas szemnyomást is mérünk, 13-szoros a rizikó. Nagyon fontos a napi szemnyomás ingadozás. A migrén és a vazospasztikus hajlam fokozott rizikó, rajnókor elég gyakori elváltozás, amikor nagy hidegbe az ember kézujjai ellilulnak, elfehérednek, egy ilyen vazospasztikus betegségről van szó. Magas vagy alacsony vérnyomás, szintén rizikótényező, cukorbetegség kétszeres, rövidlátás szintén kétszeres, és az afrikai etnikum háromszoros rizikótényezőt jelent. A glaukóma két fajtája tehát a nyílt zugú és a zárt zugú glaukóma. Ennek egy speciális fajtája a glaukómás roham. Itt van tehát a szem előső része nagyon nagy nagyítással, a szivárványhártya és a szaruhártya,
és a kettő által bezárt zug, a csarnok zug 40-45 fokos átlagban, és a glaukóma 90-95%-ában nyitva találjuk ezt a zugot, tehát nyitott zugú glaukómáról beszélünk. A fő probléma itt, hogy nincsen szubjektív tünet. A betegnek nem fáj, nem vesz észre semmit, jó a látása, nincs fejfájása, szemével sincs semmi. Egy enyhén emelkedett szemnyomás van, körülbelül 20-30 mm, néha még ez sincs a normotenziós glaukómában. Ugyanakkor lassan hetek, hónapok vagy évek alatt inkább fokozatosan beszűkül a látótér, és majd mutató képeket egészen csőlátás lesz a végeredmény. Ez egy irreverzibilis, vissza nem fordítható elváltozás. Ilyenkor már az ideg rostok pusztultak véglegesen, tehát nincs mód arra, hogy azokat visszahozzuk, vagy újra felé leszük. Éppen emiatt a szűrés fontossága 40 év fölött elengedhetetlen, vagy hangsúlyozandó, és aki Magyarországon szemészeti vizsgálatra megy, akár egy szemüveg recept miatt, 40 év fölött illik megmérni a szemnyomását. A másik nagy csoport a zárt zugú, talán lehet látni, hogy ez a zug a szivárvány hártya előboltosulása miatt itt zárt, és a csarnokvíz nem tud elfolyni a szokásos elfolyási úton. Az esetek 5-10%-ában fordul ez mindössze elő, ugyanakkor szivárvány karika látással jár, főleg a fényforrások körül ilyen szivárvány karikát látnak az illetők, erről beszámolnak. Kifejezett látás romlás van, sőt, akár látásvesztés lehet egy ilyen rohamban. Fényérzése sincs az ilyen betegnek a roham alatt. Piros, fájdalmas szem, tág, fénymerev pupilla. Ugye a pupilla funkciója, hogy a bejutó fény mennyiséget szabályozza, tehát erős fénybe beszűkül, félhomályba, sötétbe kitágul a szembogár. Ilyen glaukomás rohamnál tág a pupilla, hiába világítunk be egy lámpával a szembe, nem fog beszűkülni. A szem igen kemény, 60 higamilliméter fölött lehet a szemnyomás, és hogyha megtapintjuk a szemet, akkor ezt lehet érezni összehasonlítva a két szem nyomását, és egy igen rossz általános állapottal jár. Nos, a diagnosztikáról egy pár szót. Annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert van normotenziós glaukóma is, nagyon fontos a szemnyomásmérés. A következő nagyon fontos diagnosztikai módszer a látótérvizsgálat. A látótérvizsgálatnak két nagy csoportja van, a kinetikus és a statikus módszer. Glaukóma a perifériás látóteret károsítja, egyre több sötét folt, úgynevezett szkotóma található, ami aztán összefújik, és a végén egy centrális 15-20 fokos látás marad meg. Ezen a területen a látás ugyan jó, tehát hogyha az illetőt odaültetjük egy olvasótábla elé, akkor végig tudja olvasni azt az olvasótáblát a legapróbb jelig, de előbb meg kell találni a táblát, ami nem könnyű. És egy ilyen nagyon szűk látótérrel, egy ilyen 10 fokos látótérrel nem lehet közlekedni, nem lehet átmenni az utcán, vagy autót vezetni. Fontos a szemtükrözés, amit el szoktunk mindig végezni, és a szemtükrözésnél a látóidegfőt vizsgáljuk. Így néz ki egy épp látóidegfő, és itt látjuk, hogy ez a centrumban levő középső kis kivájulás, ez egyre nagyobb lesz idővel, ahogy a zöld hályog előre halad, és a látóideg pusztul. Ez egy szövettani ábra erről a látóideg főről. Itt látjuk a kis bemélyedést, ez egy fiziológiás eszkaváció. Ez pedig egy nagyon előre haladott állapot, egy végállapot, amikor már az illető szinte megvakult, és itt valóban a szemfenéki kép, ez ugyanak a betegnek a jobb, illetve a bal szeme, a hozzátartozó látótérbe látjuk az óriási különbséget. A terápiáról röviden néhány szót. Először zöldhályog gyanú vagy zöldhályog esetén konzervatív kezeléssel, vagyis gyógyszeres kezeléssel kezdünk. Van egy olyan gyógyszercsoport, ami a csarnokvíz termelést csökkenti, bétablokkolók, alfa-agonisták, karbonhidrátgátlók. Van olyan gyógyszercsoport, ami a csarnokvíz elfolyást fokozza, prostaglandin analógok és a paraszimpatomimetikumok, és ezeket lehet egymással kombinálni. Ez tehát a konzervatív terápia, mindig ezzel szoktuk kezdeni. Ha az nem elegendő, akkor két lehetőségünk van még. A lézeres kezelésnél végezhetjük az iridotómiát, ezt főleg sekély vagy szűk zugú glaukómánál alkalmazzuk. Készítünk egy nyílást
a szivárványhártya perifériás részén, és a hátsó csarnokban termelődő csarnokvíz ezen a nyíláson keresztül rögtön az előső csarnokba tud áramlani, és ott el tud folyni. A nyitott zugú glaukománál a lehetőségünk a trabekuloplasztika, amit argon lézerrel végzünk 79 óta. Nagyon kis, 50 mikron átmérőjű lézergócokat ejtünk a trabekuláris hálózatra, körülbelül 180 fokra olyan 60 lézergócot, és ezáltal a csarnokvíz elfolyást tudjuk segíteni. Bár sokan azt mondják, vagy úgy tudják, hogy a zöldhályogot nem lehet műtéttel kezelni, valóban nem ez az elsődleges terápia, bár ilyen javaslatok is vannak, de hogyha nincs más megoldás, nincs más lehetőségünk, akkor végezhetünk műtéteket, nem is egyfélét. A leggyakrabban végzett, éppen idén 50 éve bevezetett trabekulektómia, amit rutinszerűen végzünk, ez azt jelenti, hogy mondjuk évente egy olyan 20-30 műtétet biztos végzünk. Itt ez egy úgynevezett filtrációs műtét, amikor csinálunk egy iridektómiát is, kimetszük az irisből egy kis részt, és egy ablakot készítünk, amin keresztül a csarnokvíz a kötőhártya alá tud folyni, és ott felszívódik. Használhatunk implantátumokat, hogyha ez a műtét nem elegendő. Ezek az implantátumok egy csőből állnak, a csőnek a vége az belóg ide a csarnokba, és ezen a csövön keresztül ide az implantátum talpa alá vezeti a csarnokvizet, és a kötőhártya alatt ez föl tud szívódni. És vannak úgynevezett nem áthatoló sebészeti megoldások, ezek újabb próbálkozások, még vannak mellette is, ellene is érvek, nem teljesen kiforrott technika. Ha ilyen sok mindent tudunk a zöldhályogról, akkor miért okoz még mindig vakságot, nem is kis számban? Hát itt van a magyarázat talán, egyrészt maga a korlefolyás. Tehát egy progresszív, tünetszegény, elsősorban a korai időszakban tünetszegény betegségről van szó. Szociális okai is vannak, hiszen nem megfelelő hozzáférés az egészségügy ellátáshoz. A compliance az a betegnek a hozzáállása az egész betegségéhez. Az adherencia pedig a gyógyszerhez való ragaszkodás, illetve hogy használja azt a gyógyszert, amit az orvos fölír neki. Most áttérnénk a következő fejezetre, a szürkehályogra. A szürkehályog név, a katarakta az vizesést jelent, és valóban a szürkehályogos betegek jelentős része arról számol be, hogy mintha egy vízfüggönyön keresztül nézne, olyan a látása. A WHO definíció szerint a szürkehályog egy olyan mértékű lencseborúság, ami a látás élességet 60%-ra vagy annál jobban rontja. És a diagnosztika a szürkehályog esetében tehát a szubjektív panaszok alapján történik, hiszen a beteg beszámol arról, hogy rossz a látása. Réslámpás vizsgálatot végzünk, és a réslámpa, ez egy biomikroszkópiának is hívjuk, tehát az élő szövetet mikroszkopikusan tudjuk vizsgálni, és egy résfényt vetít a szembe, és látjuk azt, hogy a pupilla területe az nem átlátszó, vagy nem fekete, nem piros esetleg, ha úgy jön a fény, hanem tényleg szürke. Minden esetben nagyon fontos a szemtükrözés is ilyen betegeknél. Azért elsősorban, mert a betegek átlag életkora 70 év fölött van, és nagyon sokszor a szürkehályog mellett valami más egyéb szemfenéki elváltozás is van. A szürkehályog esetében arról van szó, hogy a lencse víztartalma csökken, illetve a lencsén belül vannak vízben oldékony és oltatatlan fehérjék, az oltatatlan fehérjék aránya növekszik, és ez okoz szürkehályogot, és a szürkehályog következtében a látáséleség megszűnik, ugye a lencsének ez a fókuszáló képessége, és a látáséleség mind távolra, mind pedig közelre elromlik, homályossá válik. A szürkehályognak van egy érési stádiuma, a szem lencse kezdeti borúsága előre haladott borúságá válik. Itt még nem biztos, hogy a beteg bármilyen panaszt észrevesz, hiszen ez nagyon lassan, hónapok alatt alakul ki. Itt már a legtöbb beteg azzal jön, hogy nem nagyon jól tud olvasni, vagy nem nagyon lát, ismerősöket hangjukról ismeri föl. Jó megvilágításban tud csak olvasni, de hogyha kicsit félhomály van, már nem. És elérkezünk ide, amikor teljesen érett a szürkehályog. Ebbe a két stádiumba az esetek 99%-ában megtörténik a műtét, de nagyon ritkán van, hogy a beteg általános állapota vagy negligenciája valami miatt nem történik műtét, és akkor túléretté válik a szürkehályog.
sok esetben ismert a kiváltó tényezője, van a steroid indukált katarakta, tehát aki steroid tartalmú gyógyszert szed, akár általánosan, akár helyileg csöpögtet valami krónikus szemgyulladás miatt, előbb-utóbb szürkályog alakul ki. Vannak bizonyos egyéb betegségek, a miasztenia gravis, diabetes mellitus, szemgyulladásai uveitis, amik előbb-utóbb szintén kataraktával járnak. Ismert a traumás katarakta fogalma. A szemet ért ütés, és nem kell, hogy átható legyen a sérülés, hanem egy tompa ütés következtében is, néha ilyen nagyon szép, tényleg látványos, ilyen rozetta-szerű borúság alakul ki, szemlencse tokja megsérül, akkor mindig kialakul a szürkályog törvényszerűen. És ahogy volt kongenitális glaukóma, ugyanúgy van kongenitális veleszületett szürkehályog is. Most a szürkehályog, tehát a mai tudásunk szerint hozzá kell tennem, csak műtéttel gyógyítható. Amikor én a 80-as években elkezdtem a 80-as évek közepén a szürkehályog műtétet, akkor rutinszerűen az úgynevezett zárt tokos szürkehályog műtétet végeztük, és ez a négy ábra mutatja ennek egyes lépéseit. Speciális ollóval hatalmas nagy 180 fokos sebet készítettünk a szaruhártyán. A szaruhártyát fölhajtottuk, és a szemlencséhez egy ilyen kis ceruzaszerű eszközzel értünk hozzá, ami folyékony nitrogénnel mínusz 70 fokra le volt hűtve. Ez hozzáfagyott a szemlencséhez, és utána elkezdtük óvatosan kivonni a szemből, itt látszik, ahogy elindult és kezd kijönni a szemből, itt pedig már a végeredmény, amikor zárt tokosan, tehát a tokjával együtt az egész elszürkült szemlencsét kivontuk a szemből, és itt maradt a szem, egy hatalmas nagy sebben, amit meg kellett varni még, és ez a szem, ez úgynevezett afákiás maradt, tehát nem került bele műlencse, lencse híjas, vagyis afákiás maradt. A lencse híjasság, vagy afákia kezelésére abban az időben két lehetőség volt. Az egyik egy nagyon vastag 10-12 diopriás szemüveg, a másik lehetőség a kontaktlencse lett volna, de hát nyilván egy 70 év átlag életkorú betegeknél a kontaktlencse viselése, illetve használata nem egyszerű dolog. Harold Ridley volt az első, aki humánba műlencsét ültetett. Nos, a műlencséknek most már széles generációja ismert, és nagyon sokféle fajta gyártó cég készít különböző műlencséket. Nagyon fontos, amikor egy ilyen műlencsét kiválasztunk, hogy a beteget alaposan megvizsgáljuk, és ezekből ki tudjuk számítani, és a beteggel meg tudjuk beszélni, hogy ő milyen erősségű lencsét szeretne. Nem olyan régóta, körülbelül 10-12 éve megjelentek a multifokális, illetve az akkomodációra képes műlencsék, amelyek hasonlóan a multifokális szemüveghez távolra és közelre is adnak viszonylag éles képet. Nos, nem kellett sokat várni, és megszerkesztették a tórikus műlencsét. Itt lehet látni ezeket a kis apró pontokat, ez mutatja ennek a lencsének a tengelyét. Be kell ütni azt, hogy milyen a szaruhártya görbülete, még azt is, hogy a sebész hol csinálja a műtétet, a műtéti bemetszést, és mekkora a műtéti bemetszés, és a számítógép kiadja, hogy melyik tengelybe kell műtét során beforgatnunk ezt a tórikus műlencsét. A szürkehályog egy óriási fejlődésen ment át az elmúlt 20 évben. A manuális, kézzel végzett műtétet fölváltotta a fakoemulzifikáció, erről még lesz szó. Felszínes érzéstenyítésben végezzük a műtéteket, tehát cseppekkel érzéstenyítjük a beteget. Egyre kisebb a seb, az a célunk, hogy minél kisebb sebben keresztül, 2-3 mm-es sebben végezzük. Összehajtható műlencsét ültetünk be, ambulanter végezzük a műtétet, és az egyik legsikeresebb humán műtét a szürkehályog műtét. Műtét lépései csak itt nagyon sémásan, sebkészítés után az előső tokon csipesszel egy nyílást készítünk, a magot, a kemény magot földaraboljuk ezzel a fakoemulzifikációs készülékkel, ami nagyon finom rezgéseket végez, nagyon durva hasonlattal a légkalapácshoz lehetne hasonlítani, és hogyha ezt így földaraboltuk, akkor kiszívjuk a kemény magot, majd a puha kérget, és a műanyag lencsét összehajtott állapotba ezen a kisebben keresztül beültetjük, az szétnyílik és elfoglalja a végleges helyét. Most itt már maga a műtét, ahogy végezzük, és ez a mikroincíziós, az 1,8 mm-es késsel készült seb, összehasonlítva a másik. Föltöltjük az előső csarnokot egy ilyen
viszkózus átlátszó anyaggal, majd egy speciális csipesz segítségével a lencse előső tokját megnyitjuk, és azon egy kerek, lehetőleg centrális és lehetőleg 5 mm átmérőjű nyílást készítünk. Ez azért fontos, mert ugye szó volt arról, hogy a műlencsének az optikai átmérője 6 mm, tehát hogy jól be tudjuk helyezni, és az ott is maradjon, ezért ez a nyílás egy kicsit kisebb kell, legyen 5 mm-es. Nos, ha ez megtörtént, akkor folyadékot fecskendezünk a tok és a mag közé, a folyadékkal ezt elválasztjuk, és itt jön az a fakóemulzifikációs készüléknek a kézifeje, ez az a titániumból készült fém, ami végzi ezt a ultrahangos frekvenciával történő finom rezgést. Látszik, ahogy földaraboljuk mechanikusan is, ilyen torta szeletekre hasítjuk a kemény lencsemagot, és utána ezt földaraboljuk. Ezt egy pedál segítségével működtetjük a készüléket, tehát azt lenyomva tudjuk adagolni a energiát. Vigyázni kell persze, hogy se túl mélyre, se túl felszínesen ne dolgozzunk, mert akkor károsítjuk a szöveteket. A kemény magot most már itt kivettük, a puhább kérget szívjuk ki. A műtét természetesen mikroszkóp alatt történik, és különböző nagyításokat lehet változtatni. Most egy jó nagy nagyításra állítottam, hogy jól lássunk mindent. Ez már a puha kéregnek a kiszívása. Eltávolítottuk a elszürkült szemlencsét, a kataraktát. Itt van a műanyag lencse. Ezt betesszük egy ilyen kis összehajtó eszközbe, és ennek segítségével injektáljuk. Lehet látni, hogy a nyíláson keresztül betesszük az eredeti lencse tokjába, ott szépen kinyílik, beigazgatjuk a helyére, és a sebet hidráljuk, tehát folyadékot fecskendezünk a szövetek közé, picit látszik, hogy ödémássá válik, de nem kell varatott sebet enni, tehát nem is varjuk meg a sebet, és a műtét végén antibiotikumot adtunk, cefuroximot szoktunk adni rutinszerűen, hogy megakadályozzuk a posztoperatív gyulladást. Most sokan megkérdezik a betegek közül joggal, hogy szürkehajú műtétet követően, hogy akkor most ezzel kész, vége, nem lesz újabb szürkehályog, lehet-e még szürkehályog. Klasszikus értelemben szürkehályog nem alakul ki még egyszer, de úgynevezett másodlagos szürkehályog az kialakulhat, és ez nem más, mint a hátsó lencsetok, amit bent hagytunk, mert azt tartja a műlencsét, annak a megvastagodása. Okihiro Nishi, egy japán kolléga volt az, aki felfedezte, hogy az éles műlencse szél az megakadályozza ezt a másodlagos szürkehályog kialakulást, és nem kell lézerrel kezelni az ilyen betegeket. És azóta valamennyi műlencsegyártó cég ilyen műlencsét készít, és a másodlagos szürkehályog aránya utóbbi években drámaian csökkent. Összefoglalva, a szürkehályog esetén egy visszafordíthatatlan, jelen tudásunk szerint visszafordíthatatlan folyamatról van szó. Nagyon fontos, hogy van-e egyéb betegsége az illetőnek vagy sem. Ha nincs, akkor jó eséllyel a műtét lényeges látásjavuláshoz fog vezetni. Ha van egyéb szembetegsége is, akkor sajnos nyilván nem. Magyarországon évi 60-62 ezer műtét történik. Európai statisztikák szerint 1 millió lakosra körülbelül 8-9 ezer műtét, tehát Magyarországon 80 ezer műtét lenne ideális. Éppen emiatt elég hosszú várólista van, több mint egy év jelenleg. Ez is persze változik ország bizonyos területei, más és más. A fennálló fénytörési hiba a rövid távollátás is korrigálható, tehát a beteggel meg tudjuk beszélni, ha korábban rövidlátó volt, az akar-e maradni a műtét után, vagy nem. És a multifokális vagy akkommodációra képes műlencsék szemüveg függetlenséget biztosíthatnak, inkább úgy írnám, közelre és távolra is. Ezeknek az ára azonban jelentős, 200 ezer forint, ezt a betegnek kell megfizetnie. Szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét. Köszönöm szépen, hogy eljött. We'll be right back.